zajlik a belgrádi lakosok oltása. Az érdeklődés érezhetően megcsappant, de még mindig vannak, akik szeretnének oltakozni. A polgárok előzetes bejelentkezés nélkül is oltakozhatnak. Potpuno mi je normalno da se vakcinišem. Nisam, znači, u teorijama zavere, nisam u priči, to je neispitano, to je čipovano, znači, stvarno nisam u tom filmu, tako da mi je potpuno bilo logično i čak se nisam ni dvoumila koju ću. Prijavila sam se kao prvo za Rusku, pa me nisu zvali, pa sam onda na kraju za ovu AstraZeneca, jer se nije prijavljivalo i došla i vakcinisala se i eto. Zašto? Pa... pod pritisak moje žene. I odlučili smo da se vakcinišemo Pfizerovom vakcinom i tako. Sad vidjet ćemo kako će biti. Sada prva vakcinacija, sve je dobro. Mislim da je bolje da se vakcinišemo kako bi se što pre završila ova konfuzija i korone i čuvanja i zaštite i svega toga. Az idősebb oltakozók fontosnak tartják, hogy minél többen vegyék fel a védőoltást a fiatalok közül is. Da ne dobijete tu koronu, da ne umorda, eto, da mogu, da normalno to, ovi stari ljudi, oni svi primiše, ovi mladi neće, pa sad kad budu žurke i to izlasi, bit će opet pune bolnice, ako ne prime. A szerb fővárosban mostanra a felnőtt lakosok több mint 50%-a beoltatta magát. Ez azonban még mindig nem elég a nyáimmunitás kialakulásához, így a szakemberek arra buzdítják a nem beoltottakat, mindenek előtt a fiatalokat, hogy ne várjanak tovább. A vírus je tu još uvek, on je sad, da kažem, u pritajenom stanju. Bitno je da se vakcinišemo, da kad krene malo hladnije vreme, da kad prođe ovo leto, letovanja, proslave koje su dopuštene, da nam se ne bi ponovo vratio, tako da ne smemo da se opustimo. Bitno je da se vakcinišemo i da budemo na vreme zaštićeni. Belgrádban a szerbiai lakosok mellett a bosznia-hercegovinai és az észak-macedóniai állampolgárok is oltakozhattak.